A 260 darab 1000 fő alatti baranyai település közül 221-ben egyáltalán nincs labdarúgó élet. A most indult Kisközösségek alternatív labdarúgó programjának célja, hogy megszólítsa a kis települések amatőr sportolóit. A torna az kispályásoknak szólna, magyarul 3+1-ben, 4+1-ben, 5+1-ben is ki tudunk írni bajnokságot. Ami fontos, hogy az indulás nem kerül a nevezők részéről semmi, benevezési díj nincs. A játékvezetői díjat és a pályabérletet azt az MLS biztosítja. Sportorvosi engedéllyel se kell foglalkozni, nem kell sportorvosi engedélyt kiváltani, viszont az MLS révén a programban résztvevők biztosítással fognak rendelkezni. A bajnokságot 4 korcsoportban szervezi meg és bonyolítja le az MLS Baranya megyei igazgatósága. 6-tól 10 éves korig a lányok és a fiúk együtt szerepelhetnek. A 11-14 éveseknél már külön lesznek fiú és lány csapatok, és ugyanez a rendszer lesz a 15-18 éves korosztálynak, valamint a 16 éves kor felettieknek. Igazából a bajnokságokat úgy tervezzük megszervezni, hogy csapatoknak ne kelljen sokat utazni, tehát valószínűleg a járások, az adott járáson belül ugye nagyon sok jó minőségű kis műfőves pálya épült, Hirichen, Kis-Szentmártonban, Alsó-Szentmártonban ugye épültek ezek a multifunkcionális pályák. Igazából jó minőségű borításon tervezünk megszervezni a tornákat. Az ingyenes Kisközösségek alternatív labdarúgó programjára már lehet nevezni. A bajnokság szeptember közepén indul.